Tamás vagyok, általános iskolai tanító, első osztályosokat tanítok, és nagyon szeretem a munkámat. Sok-sok kihívás rejtekezik a tanítói-tanári hivatásba. Nekem talán a legnagyobb kihívás és a legnagyobb feladat az, hogy mindig utol tudjam érni magam, és minden egyes nap sikeresen záruljon. Egy tanárnak minden esetben meg kell, hogy ossza a figyelmét, gondolok itt a gyerekekkel való foglalatosságra, de a gyerekeknek a heti menedzselését és hát a saját magunk életének a menedzselését is ebbe belefoglaltatik. Én kicsit szétszórt vagyok, és volt idő, amikor posztit halmokban éltem gyakorlatilag. Egyik tervező váltotta a másikat, abba is mindig belegabajodtam, egészen addig még a plenol tanári tervezővel nem találkoztam. Azóta valahogy a pedagógiai életem és, ha úgy tetszik, a hétköznapjaim is megváltoztak. És ahhoz, hogy egy sikeres nap valósulhasson meg az iskolába, ahhoz komoly szervezés kell. Nekem abban nagy segítség a plenol naptár, hogy az első idei évi becsöngetéstől egészen az évzáróig mindenben végig tud vezetni. Az összes hónapot lebontva végig tudom nézni, tudom ütemezni, és amit borzasztóan szeretek benne, hogy az egész tanévrendje megtalálható ebben a kis tanári tervezőben, úgyhogy gyakorlatilag az egész tanévre fel tudok általa készülni. Ezt a tervezőt egy nagyon összeszedett munkának tartom. Azt látom, hogy ez nem egy tömeggyártás, hanem ebben valóban pedagógusok vettek részt ennek a tervezésébe. Illetve vannak olyan kis aranyos dolgok, amik számomra nagyon motiválóak, tehát nagyon tetszik az, hogy minden hónapnál bele van fogalmazva, hogy ez az én hónapom. És akkor az megint csak ad egy olyan löketet, egy motivációt, hogy sokkal pozitívabban állok neki annak a kihívásokkal teli hónapnak. Sok naplót fogtam már a kezemben, viszont ennyire praktikusan nem bírtam még kihasználni, mint ami ennek a tervezőnek a megléte nyújtott nekem. Nagyon sokunknak a határidők azok nagy ellenségei, de így szinte biztos, hogy nem fogunk semmiről sem megfeledkezni. Az iskola összes diákjának föl tudjuk vinni a születésnapját, névnapját, tehát van egy olyan külön rész, ahol a gyerekeknek az ünnepeit föl tudjuk rögzíteni. Mostanában lépten nyomon QR kódokba botolhatunk, és ezek nagyon hasznosak. És nagyon örülök, hogy ebben a tervezőben is megjelent, ugyanis egy csomó olyan digitális tartalmat is gyakorlatilag egy gombnyomással előhívhatok a naptárral, ami szintén az egész hónapra nagy segítséget tud adni. Nagyon színes és nagyon minőségi tartalmakra találunk rá, hogyha ezekre a QR kódokra ráolvasunk. Azért teszi a plenol hatékonyabbá az én mindennapi munkámat, mert sokkal összeszedettebb vagyok általa. Nagyon tetszik, hogy az egész sorozat unisex formában jött ki, és külön tetszik, hogy például amit itt a kezemben tartok, ez úgy gondolom, hogy teljesen a férfiak ízlés világát tükrözik, legalábbis én úgy gondolom, hogy ez nagyon stílusos. De ez nem csak egy szakmai tervező, hanem ez egy személyes naplóként is tud funkcionálni. Ezért ajánlom jó szívvel minden pedagógus számára ezt a tervezőt.